Vegyszerszivárgás a tanúszodában. 9 szemét szállítottak klórmérgezéssel Nyíregyházán a József András kórházba. Iskolafejlesztések, közel 4,5 milliárd forintot költenek iskolafejlesztésre a megyében. Fűcs okosan. A tájékoztató kampány célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét a káros tüzelőanyagok használatának veszélyeire. Kilenc szemét szállítottak klórmérgezéssel a József András kórházba ma délelőtt. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A Nyíregyházi Egyetem uszodája mellett hipót és kénsavat öntöttek össze véletlenül. Amikor ezt észrevették, egy kármentesítő edénybe kezdték átfejteni az anyagot, azonban a kifejlődött klórgáz bejutott az épületbe, ahonnan 3 szemét a nyíregyházi hivatásos tűzoltók mentettek ki. Mindenkit azonnal kórházba szállítottak, néhány szemét a délutáni órákban már haza is engedtek. Ez a tűzoltva autó a Nyíregyházi Egyetem tanúszodájához sietett kedden délelőtt, majd több szirénázó mentő is érkezett az épülethez. Az uszodában 9 személy tartózkodott, amikor a szellőzőn keresztül klórgáz szivárgott be az épületbe. Hipó és kénsav véletlen összekeveredése okozta a bajt. Kedden a délelőtti órákban a balesetet elsődleges információk szerint az okozhatta, hogy hipót és kénsavat öntöttek össze. Amikor ezt észrevették, akkor egy kármentesítő edénybe elkezdték átfejteni, azonban a kifejlődött klórgáz valahogy bejutott az épületbe, az uszodába, ahol az ott tartózkodók klórmérgezést szenvedtek. Összesen 9-en, közülük 3 embert a nyíregyházi hivatásos tűzoltók mentettek ki, akik teljes légzésvédelemben mentek be az épületbe. Az épületet átvizsgálták, további sérülteket nem találtak, majd az épületet átszellőztették túlnyomásos ventilátor segítségével. A katasztrófavédelmi mobil labor az átszellőztetést követően méréseket végzett, ekkor már egészségre káros értékeket nem mutattak ki. A klórmérgezés súlyosabb esetében a belélegzett gáz marásos sérülést okoz a légutakon és a tüdőn. Tünetei lehetnek a nyálkahártya duzzanat, görcsös köhögés, rekedtség, fulladásérzés, nyál és orrfolyás, mellkasi fájdalom. A mérgezés egészen súlyos eseteiben véres köpet, majd tüdőödéma, tüdőgyulladás alakulhat ki, akár késői tünetként is. A kórházba szállított betegek első vizsgálata során nem állapítottak meg ennyire súlyos mérgezést, azonban még mindig vár rájuk kezelés. Ilyenkor ilyen gyógyszereket kapnak vénáson és inhalációs formában, tehát ilyen belélegző készülékeny, porlasztott formában kapnak gyógyszereket a légutakba. Ezzel enyhítjük a tüneteiket, és ugye ezekre, hogy hogyan reagálnak és hogy alakul az állapotuk, majd azt fog eldőlni néhány óra múlva. A mérgezés szenvedettek közül néhány szemét a délutáni órákban már haza is engedtek. A tanúszodában történt eset körülményeit a rendőrség még vizsgálja. Közel 4,5 milliárd forintot költenek iskolafejlesztésre a megyében. Több állami és egyházi oktatási intézmény felújítása régóta várat magára. Van olyan épület, amiben 40 éve nem volt korszerűsítés. A forrás jelentős részét az úgynevezett topos keretből finanszírozzák, az egyházi iskolák pedig saját forrásból újulnak meg. Így nézett ki az újfehértói általános iskola közel 40 évvel ezelőtt. Ez az egyetlen fotó árulkodik az épület múltjáról. Jelentős felújítás azonban az elmúlt 4 évtizedben nem történt. Az újfehértói általános iskola Erkel Ferenc tagintézménye csak egy a számos megyei iskolából, amiket felújítanak. Közel 4,5 milliárd forintot fordítanak az iskolák korszerűsítésére, az állami iskolák mellett több egyházi intézmény is megújul. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője szerint az oktatás lehet a térség fejlődésének kulcsa. Hátrányos helyzetű térség lévén szeretnénk, hogyha a gyerekeink nem szenvednének hátrányt, sőt, mi több, a térség kitörési lehetősége a jó oktatás megteremtése. Ezen dolgoznak az egyházi szervezetek, és ezen dolgozik az állam. Köszönet az önkormányzatok támogatását ebben az ügyben. Újfehértón 2 iskola is megújul. Az Istenszülő oltalmáról elnevezett görögkatolikus általános iskolában tornatermet építenek, az Erkel Ferenc tagintézményre pedig 305 millió forintot költenek. Ebből a teljes külső homlokzat és lábazat megújul, szigetelik a lapos tetőt, felújítják az elektromos hálózatot, új kazánt és nyílászárókat, valamint napelemet és napkollektort is kap az épület. Égető problémáról van szó, hiszen hogyha 10 évvel ezelőtt végezték volna el ezeket a műveleteket ezen az épületen, az is nagyon késő lett volna, tehát az utolsó utáni pillanatban jött ez a segítség.
Újfehértó mellett Nagykállóban, Szakolyban, Kálósemjében, Geszteréden, Nyírbogáton, Válajban, Nyírbélteken, Nyírcsászáriban és Nyírbátorban is felújítják az iskolákat. Többségükben energetikai korszerűsítést hajtanak végre. A Fűcs okosan komplex felvilágosító és tájékoztató kampány célkitűzése, hogy az idei fűtési szezon kezdetén is felhívja a lakosság figyelmét az egyes szilárd tüzelőanyagok használatának veszélyeire, a lakossági hulladékégetés tilalmára és káros hatásaira. A tájékoztató anyagot a Földművelésügyi Minisztérium állította össze. Ezek a képek tavaly télen készültek a megyeszékhelyen, amikor a szállópor légköri koncentrációjának 24 órás átlagértéke meghaladta a 75 mikrogram per köbméter, azaz a tájékoztatási küszöbértéket, a füstködriadó tájékoztatási fokozatát. A vidéki településeken sem jobb a helyzet, sok helyen egészségtelen volt a levegő, mondta el 35 perc című műsorunkban Galambos Ildikó. A Nyíregyházi járási hivatal vezetője hozzátette, ma már a helytelen lakossági tüzelés jelenti a legnagyobb terhelést a légszennyezésben. A 2000-es évektől a 2008-as, 10-es évekig mindenképpen történt egy olyan változás, hogy 2008-10 körül nagyon sokan álltak át, elsősorban a gazdasági világválság hatására, ugye, vegyes tüzelésre, vagy fatüzelésre, és ez mindenképpen jelentősen növeli a légszennyezettséget, és mára már elmondható az, hogy nem az ipar és nem a közlekedéssel jobban fertőzött területek azok, amelyek szennyezettebbek, hanem a szennyezettségnek mintegy 65-70%-át a fűtéssel okozzuk. A nem megfelelő tüzelőanyag jelentős mennyiségű kisméretű részecske kibocsátással jár, ami a legjelentősebb egészségügyi kockázatot jelentő légszennyező anyag. Ez számos betegséget okozhat, többek között krónikus obstruktív tüdőbetegséget vagy asztmát, de az infarktus veszélye is nő. A fűtési szezon kezdetével egyértelműen kimutatható a levegő minőség romlása, különösen azokon a területeken, ahol a lakosság gyakran fát vagy szenet, esetenként hulladékot használ fűtésre. A rossz minőségű és veszélyes anyagok, a helytelen tüzeléstechnika és a nem megfelelően kialakított tüzelőberendezés használatának oka legtöbbször az alapvető ismeretek hiánya. Éppen ezért indult el a Fűcs okosan komplex felvilágosító kampány, melynek tájékoztató anyagát a Földművelésügyi Minisztérium állította össze. Ez a Fűcs okosan kampány, ez arra irányul, hogy mindig vegyük figyelembe a környezeti hatásokat. Télen, amikor ködös az idő, amikor a hideg, a magasban a hideg levegő mintegy lezárja a felsőbb légrétegeket, és nem tud a füst elkeveredni, és a füsttel összefüggő szennyeződés elkeveredni könnyen és gyorsan a magasabb légrétegekben, akkor mindenképpen figyeljünk arra, hogy például, hogyha szénnel és fával vegyesen is tüzelünk, vagy akár még gáz is az opciók között van, akkor ezekben az időszakokban a gázt vagy a villanyfűtést részesítsük előnybe, és ezzel segítünk magunkon is és a környezeten is. És mindenképpen, ismételten mondom, kerüljük a hulladékoknak az égetését. Galambos Ildikó azt is elmondta, rövid távon már akkor is sikeresnek mondható a kampány, ha a tél folyamán a riasztási küszöbb érték alatt maradnak, és úgy át tudnak találni, hogy nem lesz magasabb fokú légszennyezés. Idén eddig megközelítőleg 200 kérelem érkezett be a teljesítés igazolási szakértői szervhez. A szervezet 2013-ban alakult azzal a céllal, hogy hozzájáruljon az építőipari körbetartozások visszaszorításához, feladatait és hatáskörét a Kereskedelmi és Iparkamarában mutatták be ma délelőtt. Az eseményen az építésfelügyeleti hatóság jogkörét is tisztázták, akik idén több mint 50 bírságot szabtak ki a legkülönbözőbb összegekben. Idén több mint 50 bírságot osztott ki a megyei kormányhivatal építésügyi osztálya. A felügyeleti alapbírság 100 000 forint, de egy-egy bírság több 100 000 forintos nagyságrendű is lehet. Többek között ezekről a bírságokról is szó esett kedden délelőtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara tájékoztató előadásán, de az építésfelügyeleti hatóság feladatkörét és a jogszabályi változásokat is tisztázták. Ami változott alapvetően az az, hogy a jogkarbantartási kötelezettség kikerült az építésfelügyeletből. Tehát hagyományosan jelen pillanatban két olyan terület van, amit az építésfelügyelet, mint építésfelügyeleti hatóság lát el. Ez elsősorban az építési tevékenységeknek, mint kivitelezéseknek az ellenőrzése, másodrészt pedig az építésrendészeti eljárás, hogyha valahol
az egyes területek szabálytalanságot tapasztalnak, tehát valamilyen szabálytalan építési tevékenységek kerülnek megállapításra, vagy jut a tudomására az építés felügyeleti hatóságnak, akkor ezekben az esetekben építésrendészeti eljárásokat folytat le. A jogszabályok folyamatos változása idézi elő az egyik leggyakoribb problémát, amellyel a hatóság találkozott idén, ez pedig a jogszabály ismeret hiánya. Ezen kívül gondot okoz a kivitelezési dokumentumok elkészítése és leadása is. Az építési napló is problémaforrás, mert sokszor nincs összhangban a valós adatokkal. Az építőiparban a 2010-es évek elején a lánctartozások mértéke egyes becslések szerint a 400 milliárd forintot is meghaladta. Ezért 2013-ban létrehozták a teljesítésigazolási szakértői szervezetet azzal a céllal, hogy hozzájáruljon az építőipari körbetartozások visszaszorításához. A szerv a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett független szervezetként működik. Budapesten 5 fő dolgozik, akik begyűjtik a kérelmeket, és körülbelül 200 szakértő áll rendelkezésre, hogy a felmerülő ügyeket vizsgálja. Összesen 850 kérelem érkezett be az elmúlt 4 év során, ez átlagosan havi 15-20 kérelmet jelent, hát idén is körülbelül ezt az átlagot tartjuk, tehát olyan eddig olyan 200 kérelem érkezett be. Azért azt hozzá kell tennem, hogy a kérelmek egy jelentős részét valamilyen oknál fogva vissza kell utasítanunk, vagy nem tudjuk befogadni. Itt nagyon gyakori ok az, hogy például írásban nem kötnek a felek szerződést, pedig hát ez kötelező jelleggel előírja a jogszabály, illetve hát mi is csak azokat a kérelmeket tudjuk befogadni, ahol ilyen írásos szerződés van. Nagyon gyakori a szóbeli megbízás, ezekben az ügyekben sajnos nem tudunk eljárni. Azt lehet még mondani, hogy a beadott kérelmek körülbelül egyharmada, talán nem annyi, talán valamennyivel kevesebb, már a hiánypótlási szakaszban megoldódik, tehát visszavonja a kérelmező a kérelmét, mert hát vélhetően megállapodásra jutott a másik féllel. Csermely Gyula hozzátette, az ilyen előadásokon már nem a szerv bemutatása az elsődleges feladat, hanem a tapasztalatok átadása, hiszen az elmúlt években fellendült az építőipar, és ez automatikusan hozta magával az újabb, eddig ismeretlen problémákat is. Szentmártoni Jánossal beszélgetett Kürti László, a költők egymás közt író-olvasó találkozón hétfőn. Az irodalmi esről hamarosan, előtte azonban nézzük a híradó további témáit. 36 csapat jelentkezését várják december 22-ig a Kelet-Eiszman teremlabdarúgó tornára. A mérkőzéseket a Continental Arénában rendezik meg 2018. január elején. December 2-án és 3-án első alkalommal rendezik meg a Diego öreg fiúk teremlabdarúgó tornát Újfehértón. Eddig 17 csapat adta le jelentkezését, a résztvevő játékosok között olyan nevek is vannak, mint Kerekes Zsombor, Sándor Tamás vagy Szatke Zoltán. Szentmártoni Jánossal beszélgetett Kürti László a költők egymás közt író-olvasó találkozón hétfő este. A Máté Szalkán rendezett irodalmi esten az író-költő vallott költészetéről, a műfajváltásáról, de arról is, hogy mit jelent számára az, hogy már harmadik ciklusát tölti a Magyar Író Szövetség elnökeként. Mostanában haldoklik bennem egy költő. Versorait már rég nekem adta. Postán, e-mailben küldözgette, vagy hajtom résén bújtosta be olykor. Segítek. A mostanában hajdoklik című versét is előadta a közönségnek Szentmártoni János Máté Szalkán hétfő este a költők egymás közt író-olvasó találkozón, melyen a költők Kürti Lászlóval beszélgetett. A vers a 2014-ben megjelent Miféle földet című kötetben látott napvilágot. Hosszú hallgatás után, mikor újra elkezdett verset írni a költő, saját bevallása szerint egy kicsit új hangra is talált magában, vissza kellett térnie tetsz halott állapotából. Mint mondta, ennek egyik hozadéka ez a vers. Szentmártoni János azóta a versek mellett már más műfajban is kipróbálta magát, 2016-ban Szomjúság címmel kisregényt adott ki. Ebben ugyan magáról val, de sokan magukra ismerhetnek még a műben. Én így a regényt is próbáltam így írni, hogy nem csak az én életrajzomat
tárja föl, hanem kitalált történetek is vannak benne, és írás közben jöttem rá, hogy akkor egy nemzedék nevében is beszélek, hogy a mai 40-esek egy átmeneti nemzedék problémáiról is, a gyerekkorunkról, a rendszerváltás körüli időszakról, és hát bízom benne, hogy olyan pszichológiai szálakat sikerült benne fölfejtenem, ami nem csak az én kérdéseimre adnak választ, hanem egy nemzedék kérdéseire is. Szentmártoni János a középiskolásokkal is találkozott Máté Szalkán. Szerinte fontos, hogy közvetlen kapcsolat legyen a fiatalokkal, ugyanis csak így tudnak hatással lenni rájuk. Minden művészeti ág szerintem élni tanít, és egy kicsit, hogyha az ember belegondol, akkor rádöbben arra, hogy a művészetek befogadása az olyan a szellemünknek, idegrendszerünknek, mint a testünknek az oxigén. Akkor van baj, és akkor veszük észre a hiányát, amikor, illetve szenvedünk tőle, amikor nincsen, és akkor válik ez természetessé. Nem kell ezt a pillanatot megvárni. Mi költők és hát más művészeti ág képviselő is nagyon próbálkozunk a tekintetben, hogy a fiatalokat megszólítsuk, hogy ne ilyen múzeumi figuráknak lássanak minket, vagy a tankönyvekben szereplő réghalott alkotóknak, hanem ugyanolyan húsvér embereknek, akik köztük járnak, adott esetben például is szolgálhatnak, és olyan dolgokról írnak, festenek, vagy szereznek zenét, ami az ő életükre is releváns válaszokat adhat. Szentmártoni János beszélt az irodalmi munkásságán kívül arról is, hogy amikor 35 évesen először megválasztották a Magyar Írószövetség elnökének, akkor Európában ő volt a legfiatalabb, aki ilyen tisztséget betöltött. Azóta már harmadik ciklusát tölti a szövetség elnökeként. 36 csapat jelentkezését várják december 22-ig a Kelet-Eiszmann teremlabdarúgó tornára. A kupa összdíjazása 500 ezer forint, de külön díjakkal jutalmazzák majd a legjobb kapust, a legjobb játékost és a gólkirályt is. A mérkőzéseket a Continental Arénában rendezik meg 2018. január elején. 13. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Kelet-Magyarország Eiszmann Hungária teremlabdarúgó tornát. A rendezvény mára nemzetközivé nőtte ki magát, ugyanis az első közös svájci csapat adta le jelentkezését a tornára. A torna rangját az is jelzi, hogy már most 21 csapat nevezett eddig. December 22-ig várjuk a nevezéseket, de a beérkezések sorrendjébe fogadjuk el, ha korábban megtelik a létszám, akkor lezárjuk, hiszen jelen pillanatban 21 csapat leadta jelentkezését, és hát mindenkit várunk, a városi stadionba személyesen is megtalálnak, és 25 ezer forint a nevezési díj, a tornának egyébként 500 ezer forint az összdíjazása. Az eddigi évekhez képest minimális változás történt a torna szervezésében, mégpedig az, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel 32-ről 36-ra változott azon csapatok száma, akik jelentkezhetnek a tornára. Az Eiszmann Automotive Hungária Kft. Idén ünnepli 20. évfordulóját Nyíregyházán. Szeretnék, ha ez a torna még nagyon sok éven át a megye, a város, és akár Európa szinten hagyomány maradna. Mi nekünk az a társadalmi szerepvállalás nagyon fontos. Ugye Nyíregyházán vagyunk itt 20 éve, ugye 20 éves az Eiszmann. Szeretnénk visszaadni egy kis támogatást és segítséget a nyíregyháziaknak, a megyei lakosoknak, ezáltal, hogy ott tudnak sportolni, tudnak szórakozni. Ugye igazából a Continental Arénában az adott a feltétel mindennek, mind a jó sportolási lehetőségnek, mind a kultúrát mérkőzés nézésnek, és ez az a rész, ahol a cégeknek hozzá kell járulni, a város és a megye, és most ugye igazából ugye jönnek Romániából és Svájcból is csapatok, azt mondhatjuk, hogy Európa szinten a társadalmi szerepvállalás fontos, hogy a dolgozók ne csak dolgozzanak, hanem érezzék azt, hogy fejlődnek és gyarapodnak minden területen. A tornára bárki jelentkezhet, a csapatok 5+1-es rendszerbe játszanak, a mérkőzés 2018. január 5-e és 7-e között rendezik a Continental Arénában. Az idősebb korosztály sem kényszerül pihenőre a télen, számukra december 2-án és 3-án első alkalommal rendezik meg a Diego öregfiúk teremlabdarúgó tornát Újfehértón. A jelentkezés egyetlen feltétele a betöltött 35. év. Eddig 17 csapat adta le jelentkezését. A résztvevő játékosok között olyan nagy nevek is vannak, mint Kerekes Zsombor, Sándor Tamás vagy éppen Szatke Zoltán. Első alkalommal rendezik meg december 2-án és 3-án az első Diego öregfiúk pénzdíjas teremlabdarúgó tornát Újfehértón. Székely János és Kranyik István szervezők szeretnék a hagyományként élni vissza minden évben az esemény. Eddig 17 csapat adta le a jelentkezését, de még november 26-áig lehet nevezni. 35 év felettiek, tehát idézőjebb öregfiúk torna, mert nagyon sok aktív futballista van. Eddig 17 csapat adta le a jelentkezését, vasárnapig lehet jelentkezni a tornánkra. Debrecenből jön egy komoly csapat.
csapat Kerekes Zsombor, Sándor Tamás, Zsombi Tibor nevével fémjelezve, illetve a nagy nyíregyháziak, a Szatkezoli, Ádámszkijék, akik biztos, hogy ott lesznek, Erdei Zoli Nyírbátorból, tehát nívós tornánk lesz. A csapatok 2x12 perces mérkőzéseket vívnak. A csoportokból az első két csapat jut tovább, majd egyenes kérséses rendszerbe folytatódik a torna. Az érdeklődők számára a rendezvény ingyenesen látogatható. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. 9 személyt szállítottak klórmérgezéssel a József András kórházba kedden délelőtt. A Nyíregyházi Egyetem uszodája mellett hipót és kénsavat öntöttek össze véletlenül. Amikor ezt észrevették, egy kármentesítő edénybe kezdték átfejteni az anyagot, azonban a kifejlődött klórgáz bejutott az épületbe, ahonnan 3 személyt a nyíregyházi hivatásos tűzoltók mentettek ki. Mindenkit azonnal kórházba szállítottak, néhány személyt a délutáni órákban már haza is engedtek. Közel 4,5 milliárd forintot költenek iskolafejlesztésre a megyében, több állami és egyházi oktatás intézmény felújítása régóta várat magára, van olyan épület, amiben 40 éve nem volt korszerűsítés. A forrás jelentős részét az úgynevezett topos keretből finanszírozzák, az egyházi iskolák pedig saját forrásból újulnak meg. A Fűcs Okosan komplex felvilágosító és tájékoztató kampány célkitűzése, hogy az idei fűtési szezon kezdetén is felhívja a lakosság figyelmét az egyes szilárd tüzelőanyagok használatának veszélyeire, a lakossági hulladék égetés tilalmára és káros hatásaira. A tájékoztató anyagot a Földművelésügyi Minisztérium állította össze. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták november 21-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap borongós, párás időre számíthatunk. A ma átvonult melegfront mögött nyugat, délnyugat felől egyre enyhébb levegő érkezik fölénk a magasban, ami a köthajlam fokozódásához vezet. Az éjjeli órákban marad a borult idő, sok felé párás lesz a levegő, köd is képződhet. Eső a magasabb fekvő területeken, havas eső is várható. A déli délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős, sokfelé párás, helyenként tartósabban ködös idő várható. A reggeli órákban néhol előfordulhat még eső, napközben nem valószínű csapadék. A déli eszél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 7 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban borongós, párás, sokfelé tartósan ködös időre van kilátás, néhol szitálás is lehet. Szombat este egy hidegfront éri el térségünket, így egyre több felé elered az eső, zápor. Napsütésre a jövő hét elejéig kell várni.